Novák képviselő, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök úr. Egy kicsit pikáns, hogy itt a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén úgy beszélhetünk az állambiztonsági múlt még sajnos meglévő titkosításairól, hogy a Nemzetbiztonsági Bizottság mai ülésén is titkosítottak valamit, a baloldali pártok kampányfinanszírozását, és hát sajnos a mi hazánknak sem biztosítottak erre ebbe betekintési lehetőségét. És az is egy kicsit abszurd, immár az állambiztonsági múlt vagy az átmenettel összefüggésben, hogy ez például az a Halász János szavazhatta meg, aki még 1995-ben is SZDSZ-es képviselő volt. Tehát az MSZP-vel, az MSZMP utód pártjával való összeborulást, koalíciót követően is az árulást, az SZDSZ árulását követően is szükségesnek tartotta, hogy kitartson a balliberális pártok mellett. Ami pedig az ő nevetgélését illeti, az mutatja a jelenlegi rendszernek a rendkívül farizeus mi voltát, hogy ezt megtehetik azok, akik ilyen szintű árulást követtek el a rendszerváltás során. Tehát az emlékezet politikában van még feladatunk, azt gondolom bőven, és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára ma is egy belterjes balliberális zárvány, amely kezdetben, 1997-ben állambiztonsági tisztekkel indult, aztán SZDSZ-MSZP szellemiségű vezetőkkel folytatta, időnként feltűnt azért egy MDF, Fidesz-KDNP-s káder is, vagy az akadémiai felsőbbrendűséget képviselő tudós karakter, például Gyarmati György. Minden esetre a vezető belső klik más megkülönböztető vonásokkal is rendelkezett, és ennek alapján is kirekesztő volt, és jelenleg is az a nem közéjük tartozó külsős tudományos kutatókkal vagy jelöltekkel szemben, ahogy ezt a legolvasottabb jobboldali hírportál, a kuruc.info munkatársa is megírta nemrég. Jellemző a helyzetre, hogy a Boros Péter Asztal Társaságából létrejött Veritas Történetkutató Intézet tudományos főigazgató helyettese, dr. Marinovics Endre, Antal József volt kabinet főnöke, akit az állambiztonsági iratok Matulai fedőnéven tartanak nyilván, BM3/1-es főcsoport főnökségéből. Utazásai során társadalmi kapcsolatként bomlasztotta a magyar emigrációt Európába. Hát ez lehet egy tudományos főigazgató helyettes. A Veritas szerzői között találjuk egyébként Bába Iván volt külügyi államtitkárt, aki pedig a BN3/3-4C-hez tartozó Gyula Fedő nevű titkos megbízott volt. A rendszerváltás történetét kutató intézet, a Retörki megalakulása óta nem foglalkozott ügynökügyekkel. Ezt Bíró Zoltán, az MSZMP MDFS Bíró Zoltán főigazgató határozta el a megalakulásakor. Napjainkban viszont azért kizárt az ilyen kutatás, mert az új tulajdonos Lawrence Fedő nevű ügynök lett, azaz Kis Rigó László, Csongrád Csanád megyés, csanádi megyés püspök, akit a rendszerváltás idején 1989. júliusában szervezett be a politikai rendőrség, a 3/3-as osztálya. Kis Rigó ma a leggazdagabb magyar püspök, 30 milliárdot kapott az adófizetők pénzéből, hogy egyesítse a mai titkosításokat és kitiltásomat szintén megszavazó Lezsák Sándor lakiteleki birtokának nevezetességeit, élményközpont, négy csillagos szálloda, gyógyfürdő, Hungarikumliget is sorolhatnánk. És ide csatolták a Retörkit is, a rendszerváltás történetét kutató intézetet is az ő irányítása alá. Kis Rigó Lászlóra azért volt szükség Erdő Péter bíborosnak is 2010-ben, hogy leállítsa a 2009-ben megindult belső megtisztulási folyamatot a katolikus egyházban. A Lénárd Ödön alapítvány kuratóriumi elnöki posztjára a Csongrád Csanád megyés püspökét állította, a reformer Várszegi Asztrik Bencés főapát helyett. Ez a garancia a mai napig is arra, hogy semmilyen elszámoltatás, múlt feltárás nem lesz a katolikus egyházban sem. Pedig bűnbánat és a múlt bevallása nélkül nincs megtisztulás, a bűnt nem elhallgatni, elkenni, elsimítani, hanem nyíltan megbánni kellene. Amikor pedig Schiffer András sokadik ügynöktörvény javaslata nyomán létrehozták a Nemzeti Emlékezet Bizottságát, annak élére az előbb említett Retörki Tudományos Tanácsa elnökének, M. Kis Sándornak a lányát, Kis Rékát nevezték ki. Így érthetőbb, hogy nem is az ügynökügyekkel kezdtek foglalkozni, hanem a volt MSZP politikai parancsaival, úgymond, és a politikai vezetés már jól ismert személyi körét kutatták, noha az áldozatok nem a struktúrára voltak, és a mai napig sem arra kíváncsiak.
Az állambiztonsági mágnesszalagokat csak erős nyomásra és a sajtókritikára adták át az ABTL-nek kutatásra, kivéve ugyebár a 19. szalagot, amelyet az információs hivatal tart magánál ma is titkosítva. A történészek számára sem hozzáférhető módon. Az ABTL sokat bírált vezetőjét, Csegergő Bendegúz urat egyes Fidesz vezetők javaslatára Kövér László házelnök nevezett ki, de többen sem értettek egyet ezzel, még a kormánypártok soraiban sem. A kritikusok között volt egyébként a Fidesz megmondó embere, a megfelebbezhetetlen pártkatona, az ötös számú pártagsági könyv tulajdonosa, Bayer Zsolt is. Ismeri 1984 óta ugyebár, csoporttársa volt az ELTE-n, szerinte ön egy vicces, liberális fiú, ahogy ezt írta róla önről 2019-ben a blogjában. Később viszont egy keményebb kérdést tett fel a főigazgatóról. Idézem, hogyan lehetséges, hogy a mai napig ilyen alakok, mint ön, dolgozhatnak ott? Ezt annak kapcsán írta Bayer Zsolt, hogy Csegergő Bendegúz az ABTL vezetőjeként történt meghívására Bánki Iván, a Sarkadi Géza Fedő nevű ügynök egyik dokumentumfilmét vetítették abszurd módon az ABTL klubjában, és erre meghívták a rendezőt is, ami ellen hiába tiltakozott a levéltár egyik belső munkatársa, mondván, hogy a rendező ügynökként, idézem, egy nőt a halálba kergetett tevékenységével. Bayer erre úgy minősítette, hogy Bánki egy mocskos ügynök volt, erkölcsileg vállalhatatlan alak. A főigazgató úr viszont nem a filmklub programját szervezte át, hanem a tiltakozó dolgozóját tiltotta ki az eseményről. Itt tartunk. Az elmúlt évek megszokott gyakorlata ez, sáros rádiósok, televíziósok kapnak különböző szakmai elismeréseket, kitüntetéseket, melyekhez aztán esetenként az állam is hozzáteszi a magáét, netán még vastagodó borítékkal. Ma túl sok az állam által eltartott történeti kutatóintézet feldúzasztott létszámmal, aránytalanul magas fizetésekkel, melyek nincsenek arányban a társadalmilag hasznos teljesítménnyel. A személyi vezetői kört is ideje lenne megrostálni, a minőség, a rátermettség, az emberi és szakmai alkalmasság meghatározó szempontjai szerint. Sajnos az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltára is beállt a könnyebbik megoldás mellé. Azért nem halad az állambiztonsági múlt feltárása, mert rossz elavult az ügynök törvény, a 2003. évi harmadik törvény, annak is különösen az első paragrafus 5. pontja. Ezt sokan szajkozzák egyébként évek óta, de sem az ABTL, tehát önök, se a túlszaporított történeti kutatóintézetének egyikének sem volt bátorsága ahhoz, hogy új törvényt kezdeményezzenek és dolgozzanak ki az ügynökügyek hatékonyabb törvényes kezelésére. Miért is rettennek vissza mindenkor ettől? Mert tudják, tudták is, és most is tudják, hogy Orbán Viktor ellenzi ezt, nem akar törvényes tisztázást parlamenti jóváhagyással, kormányzati felelősséggel, ellenőrizhető végrehajtással. Cinikusan egyébként azt vallják sajnos, amit Boros Péter tanácsolt, az érintettek kihalásával lassan megoldódik a probléma szépen csendben, nem kell csinálni semmit. A rendszerváltás elsikasztóinak, önöknek is, és a Fidesznek is természetesen, az MSZP-nek is sorolhatnánk a kormányon lévő pártokat, máig érő bűne, hogy a szovjet mintára működtetett állambiztonsági szervezetet nem felszámolták, hanem átmentették. Nem feltárták, hanem elhallgatták, nem a felelősöket keresték, hanem a kiskapukat, nem váltak meg a hálózattól, hanem saját érdekeik szerint beépítették a hátországukba. 32 évvel a rendszerváltás után sem kutatható például a belügyi és katonai hírszerzés iratai, történészek számára sem, nem nyilvános, holott a mai Magyarországot már nem kötik az egykori Magyar Népköztársaság titkai, amelyeket a Szovjetunió és a Varsói Szerződés határozott meg. Az elmúlt 3 évtized a Fidesz és az MSZP kormányok közös szégyene, hogy még mindig nem történt meg az állambiztonsági múlt, így többek között az ügynöklisták feltárása, na meg persze a kommunista vezetők elszámoltatása és közéletből való kitiltása, a kommunista luxusnyugdíjak megvonása, ezekre most nem térhetek ki, mert ezek már nem tartoznak a napirendi pontba. Viszont a Jobbik árulása miatt még 2016-ban történt lemondásom előtti utolsó felszólalásomban Schiffer András szintén utolsó törvényjavaslatát méltattam, mely az állambiztonsági múlt átláthatóvá tételét szorgalmazta rendületlenül. Persze mondjuk szégyenkeznem sem kellett a tétlenség miatt, hiszen történelmünkben a Gaudi Nagy Tamás képviselőtársam a közös javaslaton vezetett legközelebb a sikerhez az állambiztonsági múlt feltárása terén. A Fideszben 55-en voksoltak a frakciófegyelemmel szemben 2011. december 23-án egy általunk kért név szerinti szavazáson. Nem is csoda hát, hogy azóta eltörölték az úgynevezett név szerinti szavazás lehetőségét.
Tehát 2011-ben, amikor az időhúzást és maszatolást szolgáló Nemzeti Emlékezet Bizottságának kötelező feladatául szabtuk volna, hogy nevezze meg és tegye közzé a BM volt Állambiztonsági Főcsoportfőnöksége hivatásos nyílt és titkos állományának tagjait, valamennyi hálózati személyét, ügynökeit, továbbá a katonai hírszerzés állományát és hálózatát, 55 fideszes képviselő voksolt a frakciófegyelemmel szemben az állambiztonsági múlt feloldása mellett. De ez az 55 merész fideszes kevésnek bizonyult, a lázadást leverték, hát az elmúlt években pedig már nem is láthattunk hasonló efféle kiszivárogtatásokat. Sajnos még az Orbán kormánynak is tagja lehetett a D209-es fedőnevű Megyesi Péter egykori kollégája, egy szintén 3/2-es ügynök, ugye Magasdi, meg Marosvásárhelyi fedőneve volt talán, Martonyi Jánosról van szó, illetve a fideszes kormányzat oszlopos tagjává válhatott a szintén 3/2-es Tasnádi László rendészeti államtitkár, ami Halász János persze megint csak mosolyog, mert megtehetik, sajnos itt tartunk, és még hosszasan hozhatnánk a példákat, szerintem azonban ez inkább szégyen, mint nevetni való dolog. Ahogy az is, hogy még mindig nem kutathatók a történészek által sem a BM különlegesen fontos titkos KFT minősítésű hálózati személyei, továbbá az információs hivatal által kivett 19. mágnesszalag, amely a hírszerzés állambiztonsági hálózati személyeit tartalmazza, az egykori BM 3/1-es csoportfőnökség teljes hálózati állományát, valamint a kutatók számára sem nyilvános a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az egykori MNVK/2 csoportfőnökség 1990 előtti hálózati adatbázisa, amelyben az ügynökök megnyertek néven szerepelnek. Pedig 33 évvel a rendszerváltás után már idejét múlt a rájuk vonatkozó különleges titokvédelem, az a Magyar Népköztársaság társadalmi rendszerében betöltött szerepük miatt az akkora Kádár rendszernek igazodva a Varsói szerződés kiemelt politikai érdekeihez fontos volt. Ám a mai Magyarországnak már elvileg egyáltalán nem az, sőt egyébként a gyakorlatban sem. Tehát arra egyébként rá is világította, és ezt hosszabban elemezte még a téma egyik legkiválóbb kutatója, Irkei Csaba a kurz.info hírportálon lévő rovatában. És zárásként még egy javaslat, egy hiányosság az ABTL-el kapcsolatban, hiszen és ezt a tisztelt bizottság figyelmébe ajánlom elsődlegesen, mert jogalkotási feladatnak érzem. A titkos szolgálatoknak már az 1990 után keletkezett iratokat is át kellene adniuk a levéltárnak, de senki nincs, aki felügyeleti joggal rendelkezik, hogy az milyen körben történik meg pontosan. Magyarul a szolgálatok azt adnak át, amit akarnak, és azt tartanak vissza, amit akarnak. Én azt gondolom, hogy ezzel is változtatni kéne. Valószínűleg jogalkotással, mert másképp úgy tűnik, hogy nem megy. Köszönöm a lehetőséget. Megadom a szót, főigazgató úrnak, parancsoljon. A Novák képviselő úr számos felvetésére a részben azért nem tudok válaszolni, mert a levéltár jog alkalmazó és nem jogalkotó, tehát a levéltár végrehajtja azokat a jogszabályokat, amikkel a jogalkotó ellátta, ha szabad így fogalmazni. Annyit azért hadd jegyezzek meg, hogy azok az adatok, amelyeket képviselő úr sorolt, azok nem lennének ismertek, ha nem lenne kutatható az az iratanyag, ami az ABTL-ben van. Tehát igazából a levéltárban lévő iratanyagra vonatkozóan, és ezt az Alkotmánybíróság 2005-ben már megállapította, érvényesül a kutatás szabadsága minden olyan adatra, ami a levéltárban nem minősített állapotban van. Tehát akár az ügynök nevekre, esztétisztek adataira vonatkozóan is. A kutatás szabadsága érvényesül. Az állampolgári betekintés és jogérvényesítés szabadsága is érvényesül, és ráadásul a közélet tisztasága érdekében van egy jogszabályi pont a 2003. évi 3-as törvényben, amely szerint a közszereplők állambiztonsági múltjához bárki hozzáférhet, bárki igényelheti mindezt a levéltárban. Tehát ilyen értelemben az Alkotmánybíróság ezt állította, és a levéltár ez alapján jár el, ez alapján is jár el, hogy ezek a feltételek
biztosítják mind az egyéni információs szabadságot, mind a közösségi tudományos kutatás szabadságát, és a közélet tisztasága szempontjából is egy megfelelő garanciát jelentenek. De ez, ahogy említettem, ez nem jogalkalmazói, inkább jogalkotói kérdés. A levéltár személyi állományával és nyilván az én személyemmel kapcsolatos kritikákra pedig nyilván nem tudok, vagy nem érdemes így reagálni, hogyha a szakmai munkánkat, szakmai kritika éri, azokra szívesen válaszolok. Köszönöm szépen. Köszönöm az ismételt szólás lehetőségét, elnök úr. Sajnos sok mindenre nem kaptam választ, pedig hát szakmai kritikákat fogalmaztam meg. Lehet, hogy Bayer Zsolt mondjuk nem csak azt fogalmazott meg, de jó rész szakmai kritikát fogalmazta meg, és ezekre nem nagyon kaptam választ, de legalább arra hadd reagáljak, amit mondott. Az, hogy a kutatás szabadsága érvényesül, ez teljesen abszurd, miután hosszasan soroltam, hogy pontosan mik azok, amelyek még történészek számára sem kutathatók, például a BM különlegesen fontos titkos minősítésű hálózata személyei, vagy az információs hivatal által kivett 19. mágnesszalag, amely a hírszerzés és állambiztonsági hálózati személyeit tartalmazza. Tehát sorolhatnánk, soroltam is, tehát nem teljesül. Az, hogy nem mondhattam volna ezeket a neveteket, ha ezek nem lennének nyilvánosak, ez is csalóka válasz, mert egyrészt vannak olyan kiszivárgott, ki tudja hogyan kihozott információk, külföldi titkos szolgálatok által, zsarolások által, mindez miatt is egyébként jelenlegi politikai kérdés és nemzetbiztonsági kockázat is ez, hogyha bizonyos politikusok zsarolhatók, mert az ő aktái még nem vagy nem teljesen nyilvánosak. Másrészt lehet, hogy tudjuk azt, hogy mondjuk Martonyi János Magasdi, illetve Marosvásárhelyi Fedő néven beszervezett 3/2-es ügynök volt Megyesi Péterhez hasonlóan. De azt nem tudjuk, hogy pontosan miket jelentett például. És nagyon sok ilyen helyzet van, amikor valakit beszerveztek, a hatos kartonja megjelent, tudjuk, ez önmagában nem elég azért, hogy ügynöknek nevezzük, ezért még el is ítélhetnek engem, mert ilyen abszurd a jobb szabály. De az, hogy pontosan mit csinált, a jelentéseik nem minden esetben titkosak. Ezért kellene a teljes állambiztonsági múltat feltárni, hogy úgy tudjunk értékítéletet is hozni, és hát úgy tudjunk a múlttal elszámolni. Én éppen ezért szorgalmazom egyébként az ABTL számára való kiadását és azoknak az iratoknak, amit a jelenlegi kormányzat még mindig titkosít. Köszönöm a lehetőséget.